Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ha én Szent Máriára gondolok, akkor érzem a közelségét, a szeretetét, és bízok mindig abban, hogy segít, nem csak nekem, hanem másoknak is. És ennél a kivetésnél megnézzük, hogy mi Szent Mária üzenete. Nem csak ami téged illet, hanem így általánosságban, ami a földünket illeti. Most megvan ez a jelenlegi helyzet, és ezt mutatja ez a kártya. Itt a pénzről van szó, és az egy lábon áll, tehát vacilál, nincs meg az alap. És itt kell valamit változtatni a pénz rendszeren. Tehát ilyen gazdasági problémák vannak. És mi a terv? Mi foglalkoztatja az embereket? Erre utalnak itt a kártyák. Itt sokaknál megvan ez a szomorúság, és itt van a munka. Tehát sokan elgondolkoznak azon, hogy legyen tovább, ami a munkát, a hivatást illeti. Vagy megvannak a félelmek sokaknál, hogy elveszítik a munkájukat. És az kihat természetesen az anyagiakra, nincs meg az alap. Vagy sokan félnek attól, hogy elveszítik a talajt a lábuk alól. És hogy hat az érzelmekre? Ezen a képen látható a szerelem istennője, és átnyújtja ezt a lobogó szívet, és pontosan ez lesz a mozgás. A szeretet, a megbecsülés visszatér a földre. És mi Szent Mária üzenete neked személyesen? Ezt most mutatja itt ez a kártya. Itt látható a levegő eleme, tehát fontos, hogy meglegyen a könnyűség. Akkor is, ha nehéz helyzetben vagyunk, vagy még megvan ez az időszak, amit türelmesen el kell viselnünk, emiatt a korona krízis miatt, de visszatér ez a könnyűség az életünkbe. És az is fontos, hogy gondoljunk át bizonyos dolgokat, keressünk kapcsolatokat, mert ez a kártya utal a kommunikációra is. Itt látható egy védő angyal, a háttérben a csillagok, mi nem vagyunk egyedül, te sem vagy egyedül, Szent Mária ott van. Az angyalok is óvnak bennünket. Tehát megvan ez az isteni hatalom, és uralkodni fog feletted, felettem, felettünk, a föld felett. És a következő kártya utal a te jelenlegi helyzetedre. Itt megvan az intuíció, az inspiráció. Ez olyan, mint egy belső forrás. Hallgass a belső hangodra. És hogy alakulnak a dolgok a munkádat illetően? Itt megvan a tehetséged, és ez gyümölcsözni fog. De ezen a képen látható a 9-es szám, az azt jelenti, hogy jelenleg vannak még korlátozások. De szeptember hónaptól javul a helyzet, vagy lesz egy előnyös szerződés, egy lehetőség számodra. És most megtekintjük a szerelmi életet, hogy alakulnak a dolgok a párkapcsolat területén. Itt nagy szerencse lesz, hiszen te értékes vagy számára, és az vezet ehhez a párkapcsolathoz, vagy egy házassághoz. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!